Üdvözlöm Önöket, Sarka Kata vagyok, ez pedig az Ezzsír életmód percek. Nyugalom, béke és harmónia. Tápai Szabináék most ezt írhatnák fel nagybetűkkel a házuk falára. És hogy mindezt miért? A kis húgica miatt, aki nem sokára megérkezik, Szabina és párja, Kucsera Gábor, no meg persze a kisfiúk életébe. Jönnek a részletek a következő bő 3 percben. Januárban megbeszéltük, hogy oké, akkor lássunk neki, és jöhet a Beninek a tesó. Így beszélt még áprilisban Tápai Szabina és Kucsera Gábor a négy fős család tervezéséről az Ezzsír magazinban. Azt azonban mi még nem sejthettük, hogy a kis tesó már akkora pocakban volt. Érkezik tehát a húgica, ezért Gábornak és a nagy tesónak Beninek is fülig ér a szája. Szabina boldogsága pedig határtalan, érthetően, mivel helyreáll a nemek aránya. A Gábornak az első reakciója arra, amikor például kiderült, hogy kislány lett, akkor az volt, az autóban hívtam föl, emlékszem, és mondta, hogy hát te egy boszorkány vagy, mert hogy annyira hangoztattam, hogy én második gyermeknek egy kislányt szeretnék, és tudja, hogy azért így az agykontrollban hiszek, hogy, meg a vonzás törvényében, hogy mondta, hogy hát én tudti, hogy boszorka vagyok, hogy tényleg kislányunk lett. Vegyes érzelmekkel értem meg, ugye én nagyon abban voltam, hogy először szerettem volna fiút, aztán jött a Bence, és nagyon apás volt, és akkor mondtam, hogy hát a második is kisfiú legyen, és még egy kisfiút szeretnék, és ha majd tovább megyünk egyszer, akkor legyen egy harmadik, az legyen kislány. Szóval én abszolút így indultam. Aztán amikor a Szabina felhívott, és közölte, hogy kislányunk lesz, akkor egyben mondtam neki, hogy ez egy boszorkány vagy. Szóval tényleg a kezdetektől fogva, amikor mondta, hogy terhes, akkor kéz rátesz, jó van, kislányom, mindig veszekedtünk, hogy már abban mondom, mi a fiú lesz, az lányos fiunk lesz, mondom, fejezd már be. Bevonzotta tényleg ezt a kislány, de egyébként örülök neki, hogy lesz egy kislányom, azt gondolom, hogy azért tényleg így az egyensúly így rendben van. A Beni rettentően várja a kis csaj érkezését, folyamatosan beszélget vele, folyamatosan odafigyel rám, és kérdezi, hogy éhes-e, szomjas-e. Konkrétan el kellett neki magyarázni azt is, hogy ő hogy van a pocakomban, még azt is, hogy egyébként hogy fog majd megszületni, mert ennyire érdekli őt az egész. Azt még Szabina és Gábor sem gondolta volna, hogy ilyen gyorsan, mindössze egy hónappal a tervezést követően sikerült teherbe esni. A szakember szerint ennek több oka is van. Én úgy gondolom, hogy a Szabinának a sport múltja, fizikuma és fiatalsága, fittsége is hozzájárult nyilván 90%-ban, és 10%-ot mondok arra, hogy ezzel a nagyon gyorsan összejött, mert rengeteg nő szenved azzal a problémával, hogy nem jön össze a baba, de ezt a gyorsaságot nyilván, hogy köszönhető az ásványanyagok, nyomelemek igazi jelenlétének a szervezetbe. Egyébként nekem sokkal könnyebb most a Szabinával élni, mint amikor a Bence volt. Bencevel volt terhes, nincsenek ilyen kitörések, meg sírás, meg hiszté. Most abszolút olyan nyugalomban, meg olyan béke van, meg olyan harmónia van otthon, hogy szerintem ilyen még nem is volt a kapcsolatunkban. Maradjon végig terhes. Hú, hát a két várandóságom az teljesen más. Az első, az így pikpak elmúlt valahogy. Most az elején egy kicsi rosszul létem volt. Azt gondolom, hogy hát ugye a lánynak köszönhetően. De igazából megúsztam, tehát ezt is például a vitamin a tüneteimet nagyban csökkentette, tehát azért a WC-re nem kellett elrohannom, csak a rossz szülétig jutottam. A közepe már sokkal könnyebb volt, talán egy kicsit jobban leterhelő most. A Benivel sokat mentem, igaz, fiatalabb is voltam, például a nyár se volt ennyire meleg. A Benivel például sokkal nagyobb is voltam. Tehát, hogy teljesen más. Most például itt a közepén megálltam 10 kilónál, és ennek annyira örülök, mert a Bencével, hát azt nem titkoltam, sose 22 kilót hisztem, és hát akkor így eléggé kikerekedett a pofim is, meg a testem is. Hamarosan tehát egy kislánnyal bővül a Kucsera Tápai család, és ezzel a négyes kajak helye is mind beteltek. De ne szaladjunk ennyire előre, még az is lehet, hogy a gyerekek nem Gábor sportágát viszik majd tovább, hanem inkább Szabináét, a kézilabdát. Igaz, ott egy csapat 14 főből áll, ahhoz pedig még szükség van pár testvérre. Jó egészséget, sok vidám, boldog percet kívánunk az egész családnak. Ne feledjék, folyamatosan találkozhatnak az Ezzsír életmód percekkel itt a Live TV-ben. Viszlát!